Szokás már, hogy minden májusban a névadóra Wosinski Móra emlékszik a múzeum a hónap műtárgya sorozatban. Ám ezúttal nem élete vagy valamely kutatásának konkrét eredményet árul a látogató elé, hanem olyan újságok, melyek valószínűleg bármely levéltárból felkutathatóak lehetnének. Ám ezek különlegesek, hiszen csontokat őriztek. Wosinski ezekbe csomagolta, méghozzá nagy műgonddal, a nevét a múzeumológusok között is magasra emelő lengyeli kultúra feltárása során megtalált csontokat. Van egy másodlagos érdekesség ennek a dolognak, hiszen a korabeli napi lapokból 1883. hát szeptember és novembere közöttiek a nagyobb része ezeknek az újságoknak kerültek felhasználásra, mint csomagoló papír, és ezek minden bizonnyal Gróf Opponyi Sándor, lengyeli földbirtokos, Wosinskinak a mentora, támogatója adta ilyen szempontból a már lejárt, tehát már nem aktuális újságokat erre a célra. És ebből bizony arra is következtethetünk, hogy egy ilyen nagyobb birtokközpontba, egy ilyen felvilágosult európér arisztokrata, mint Gróf Opponyi Sándor volt, hogy például milyen újságokat járatott. Járatta például a Tolna megyei közlönyt egészen bizonyosan, tehát megyei hírekre kíváncsi volt. Járatott országos napilapokat, nem egyet, Magyar Állam, Egyetértés, több is van. De mivel nyelveket tudott, volt egy Budapesten megjelenő francia nyelvű napilap, a Le Danube nevű napilap, ez is megtalálható a csomagoló papírok között, valamint Berlinből a Berliner Presse című napilap. Tehát ezek mind, amik naponta megjelenő újságok voltak, eljutottak nyilván valamennyi idővel postai úton Lengyelbe. A Magyar Állam című napilap egyházpolitikai újság volt. 1868 és 1908 között jelent meg. A Magyar Korona 1877 és 85 között működő heti majd napilap a konzervatív kormánypárti sajtó közé tartozott. A Tolna megyei közlöny heti lapként a megyei közélet iránt érdeklődőket tájékoztatta. Az Egyetértés pedig a függetlenségi párt ellenzéki napilapja volt. Ez ugye egy berlini, német nyelvű újság, nyilván viseltes állapotú. Ez az Egyetértés nevű napilap, 1883-as száma. Egyébként ez az egyetlen, ami 1884 májusi. Az összes többi az jóval korábbi. Opponyinak mindenképpen nagyon sok mindenhez azt lehet mondani, hogy jó érzéke volt, tehát ő ugye magát a lengyeli községen belül is hatalmas nagy építkezéseket folytatott az őseihez, tehát az Opponyi ősökhöz hasonlóan, tehát ő azért törődött ott a helyi lakosokkal is. De a maga, ami neki a hobbija volt, a gyűjtemény, ez a Hungarikána gyűjtemény, ami mai napig is megvan az Országos Széchenyi Könyvtárban, az is egy fantasztikus tudásról tanúskodik, meg egy olyan szenvedélyről, ami itt valahol a hazaszeretetből gyökerezik, hiszen magyar témájú, külföldön megjelent könyveket, publikációkat, metszeteket gyűjtött egészen a korai időszaktól kezdve, tehát a könyvkiadás kezdeteitől számítva. De térjünk vissza a csomagoló papírokhoz, illetve azokra a kis időszövegekkel ellátott kis cédulákhoz. Wosinski precizitását tükrözi, ahogy bánt ezekkel a leletekkel. Az, hogy ő egyáltalán hogyan viszonyult ehhez a dolgot, jelentőséget tulajdonított-e ezeknek az embertani vizsgálatoknak, ezekből mind úgy tűnik, hogy nagyon is, tehát ő nagyon ügyelt arra, hogy utána a felszedés után, az ásatás dokumentálását követően ne kallódjanak el ezek a leletek, tehát ami összetartozik, tudta ő, hogy ez csak úgy lehet egy teljes egészében egy csontvázat megvizsgálni, hogyha megmarad a koponya is, hosszú csontok is. Tehát ebből a szempontból is mindenképpen meghaladta Wosinski a korát. Olyanokat lehet olvasni például, hogy ládában az égetett koponya részek után következik papírba tekerve az ép csontváza. Tehát itt külön csomagolta ebbe az esetbe a koponyát és a hosszú csontot. Aztán koponyának a részei, koponya rész, ez elég gyakran előfordul. A csontok között a koponyáknak különös fontosságot tulajdonított Wosinski, ugyanis egy agykoponyára és egy állkapocsra is ráírtatóssal a fontos tudnivalókat. Az első csomag szövege alapján talán beazonosítható az egyik csontváz. Ládában az égetett koponya részek után következik papírba tekedve az ép csontváz, írja Wosinski.
A 2018-ban felfedezett csomagok 135 esztendőn keresztül várták a feldolgozásukat. A lengyeli lelőhelyről kevés antropológiai adat maradt meg. Wosinski lengyeli csomagjai egyfajta időkapszulaként árulkodnak a Tolna megyei régészet korai időszakáról. Egyben Becses Múzeum történeti emlékek is. Hiszen a lengyeli sánc ásatása hozta meg a múzeum alapítónk számára a szakmai nemzetközi elismertséget.